Július 1-től ingyenessé váltak a közmű csatlakozások. Milliókba kerül az illegális hulladéklerakók felszámolása. Augusztusban pályázhatnak az önkormányzati ösztöndíjra. Jó estét kívánok, az Aktuálist látják július 12-én, már is jönnek híreink részletesen. Július 1-től ingyenessé váltak a közmű csatlakozások a családoknak, valamint a kis- és középvállalkozásoknak, valamint csökkentek az ügyintézési határidők is. A gáz, a villany, valamint az ivó- és szennyvíz bekötéseknél a kedvezmény nem csak az újépítésű ingatlanokra érvényesíthető, hanem a lakóingatlan vagy az üzlethelyiség átalakításakor is igénybe vehető. Július 1-től díjmentessé vált a legfeljebb, óránként 4 köbméter és a legfeljebb 32 amper teljesítményű fogyasztómérők beszerelése, valamint a 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése. Ennek az a lényege, ennek az egész intézkedési csomagnak, hogy részben ugye díjmentessé teszi ezeket a bekötéseket, tehát a víz, gáz, szennyvíz, villamosenergia bekötéseket, ezeknek az sok esetben az engedélyeztetési eljárását is, de a közmű szolgáltatókat kötelezi, hogy gyakorlatilag a közműhálózathoz való csatlakozást meghatározott távolságig ingyenesen kösse be az azt igénylő kis vállalkozás vagy a lakosság részére. Mostantól megszűnt az a kiszolgáltatottság, hogy a közműszolgáltatók a panaszokat nem kezelték, tette hozzá a kormány megbízott. Nem vették át a kialakított bekötési helyeket, gyakorlatilag az engedélyeztetési eljárásba se kapcsolódtak be, ha úgy tetszik, szolgáltatóként. Ez meg fog változni, hiszen határidőket szabtak meg számukra, illetőleg amennyiben elutasítanák a állampolgár vagy a vállalkozásnak a közmű hálózathoz való csatlakozás iránti engedélykérését, közvetlenül bírósághoz lehet fordulni. A módosítással egy átlagos méretű családi háznál mindhárom közmű csatlakozás kialakítása esetén mintegy 450 ezer és 1,9 millió forint közötti összeg takarítható meg, mondta Pajtó Gábor. Nem csak az újépítésű házakra, hanem a meglévő vagy felújítás alatt álló ingatlanoknak a közműhálózatba való kötésére is kiterjed a kormányrendelet. Az egységes városarculat kialakításának felméréseiről és azok eredményeiről számolt be a kutatás vezetője és Tatár László alpolgármester tegnap este Fórum című műsorunkban. A városmarketing stratégia célja, hogy a turisták számára Gyöngyös a jövőben ne a Mátra kapuja, hanem a Mátra fővárosa lehessen. Egy egységes arculat kialakításán dolgozik az a szakértői csoport, akiket az önkormányzat a városmarketing terv kidolgozásával bízott meg. A koncepció elkészítése a városlakók és a vállalkozók igényeinek felmérése mellett a város turizmusának fellendítését is segítheti. Azt tapasztaltuk, hogy a belföldi turisták nagy része a Mátra hívó szavára jött, kevesebb, aki a városért. És mi azt szerettük volna, hogy a város tegyük egy kicsit pezsgőbbé. Ez sok beszélgetés kapcsán már korábban is elmondtuk, hogy egy kicsit úgy éreztük, hogy rideg a főtér, kicsit kihalt a főtér, kevés a turista. A kevés turista megtalálja-e azokat a célpontokat, amit érdemes, ha Gyöngyösre látogat, megtekinteni. A szakértői csoport tagjai felmérték, milyen fejlesztéseket szeretne megvalósítani Gyöngyös. Ezt a lakosok, a városba érkezők és a gyöngyösi befektetők kérdőívesztetése és fókuszcsoportos vizsgálatok követték. 4 évszakos desztinációnak látják, tehát tavasz, nyár, ősz, tél, ami felhívom rá a figyelmet, ritka Magyarországon. Magyarországon nagyon erős a szezonalitás. Általában a városi desztinációkban van ilyen, hogy 4 évszakos kínálat. A megközelíthetőség, ugye az útminőség, a parkolási lehetőségek azért ezek kritikával éltek az emberek, ezen lehet mit fejleszteni, például a kerékpárút hálózat bővítésével, például azzal, hogy egységes információnyújtási rendszert épít ki a város. A kutatást végző csoport a következő fázisban a város fejlődését elősegítő kitörési pontokat tárja fel.
Közel 10 millió forintot költ évente az önkormányzat arra, hogy felszámolja az illegális lom- és szemétlerakóhelyeket. Az a személy, aki nem a közszolgáltatót bízza meg a lom hulladék elszállításával, megbírságolható és eljárás indul ellene. Tudtuk meg a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság munkatársától. Jelenleg alig van hulladék a Pattakban és annak környékén az északi városrészben, de ez csak annak köszönhető, hogy az önkormányzat nemrégiben kitakarította azt. Rendszeresen előfordul azonban, hogy illegálisan helyezik el a lomokat, bontási törmeléket a város több részén, így a garázsorok környékén is, pedig bejelentés után mindenkitől ingyenesen elszállítják azt. A lomtalanítás a közszolgáltatás keretében évente egyszer, ingyenesen, illetve hát a közszolgáltatási díj keretében minden ingatlannak jár. Gyakorlatilag családi házak esetében egyeztetett időpontban a kukásautó oda megy az ingatlanhoz, nem kell kitenni a közterületre sem, hanem egyenesen a kukásautóba bármilyen mennyiségű lomhulladék átadható. A hulladékudvarba is leadhatják a gyöngyösiek a lomokat, de aki ehelyett máshol helyezi el azt, vagy olyan szemét bíz meg az elszállítással, akinek erre nincs jogosultsága, a szabálysértést követel és eljárást indítanak ellene. Amennyiben azonosításra kerül az a személy, aki a hulladékot lerakta, bírságot kap, meg eljárás indul ellene, de ugyanakkor az ellen, tehát az is bírságolható, aki erre jogosultsággal nem rendelkező személynek átadta a hulladékot. Tehát nem lehet, hogy én most nyugodtan odaadom valakinek, mert ő megígéri, hogy de bizony lerakóba, vagy nem tudom hova viszi, és innentől én mentesültem minden felelősség alól. Nem mentesülök, mert az általa megtermelt hulladékot csak arra feljogosított személynek adhatom át. Az önkormányzatnak közel 10 millió forintjába kerül évente az illegális lerakóhelyek felszámolása, pedig ezt a pénzt másra is fordíthatná a város, tette hozzá dr. Szemes Paula. Ösztöndíjprogramot indít a gyöngyösi önkormányzat. Ahogy arról már televíziónkban is többször beszámoltunk, a képviselőtestület a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató, vagy folytatni kívánó gyöngyösi fiatalok pénzügyi támogatását tűzte ki célul. A pályázatok benyújtására augusztus 1-e és 31-e között lesz lehetőség. Felsőoktatási tanulmányaikat végig támogató ösztöndíjban részesülhet 5 gyöngyösi fiatal. Az ösztöndíjra a gyöngyösi lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hallgatók pályázhatnak, akik nappali vagy levelező tagozatosak, illetve alap- vagy mesterképzésben tanulnak. Aki megnyeri a támogatást, annak a pályázónak a teljes tanulmányi időszakra szól, ami azt jelenti, hogy alapképzésben tanulóknál lesz 6 fél évet jelent, attól függően, hogy most kezdték-e vagy már aktív hallgatók. A mesterképzésen tanulóknak pedig 4 fél évet támogatunk. Az ösztöndíj mértéke havi 40 ezer forint. A pályázók körét a képviselőtestület 3 csoportra osztotta. Jelentkezhetnek azok, akik az Eszterházi Károly Egyetem Károly Róbert Campus képzésein tanulnak. Más felsőoktatási intézmény esetén előnyben részesített az, aki műszaki képzés hallgatója. A jelentkezők harmadik csoportját pedig a védőnői képzés hallgatói jelentik. Ez a 3 intézmény fajta olyan képzéseket nyújt, amelyre mind Gyöngyösvárosnak, illetve a környezetében lévő intézményeknek szüksége van, ugyanis a képviselőtestület felmérte azt, hogy milyen álláshelyek betöltésére lenne szükség, mire van igény Gyöngyösnek. A lakóhely és a képzés fajtája mellett meghatározott, az elmúlt 2,5 évben 3,5-ös tanulmányi átlag elérése is szükséges az ösztöndíj elnyeréséhez. Aki pedig most kezdi felsőfokú tanulmányait, annak a felvételről szóló értesítést kell csatolnia. A pályázatok benyújtására augusztus 1-e és 31-e között van lehetőség meghatározott forvanyomtatványon, amely elérhető az önkormányzat honlapján, illetve személyesen is kérhető a hivatalban. A bírálatot az önkormányzat jogi és ügyrendi bizottsága végzi, határideje szeptember 30-a, az ösztöndíj folyósítása pedig október 15-éig valósul meg. A hallgatói jogviszony igazolásának hiánypótlására a tanulmányi hivatalok nyári zárvatartása miatt szeptember 15-éig van lehetősége a pályázóknak. Második alkalommal rendeztek kihelyezett véradást egy kenyérgyárúti edzőteremben. A sportolók mellett bárki adhatott vért. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy tudatosuljon mindenkiben az, hogy a véradás milyen jótékony hatással van a szervezetre. Legközelebb pénteken lesz kihelyezett véradás a város szélén található hipermarket előtt.
Légy hős, adj vért! Ezzel a szlogennel rendeztek kihelyezett véradást a Kenyérgyár úti edzőteremben, ahová a rendszeresen járók mellett bárki betérhetett, hogy jótékonykodjon. A CrossFit család fontosra tartja, hogy segítsen ott, ahol tud. A véradásnak ugye a természetes vérpótlásnak egészségügyi szempontból is számos jótékony hatása van, tehát mindenkinek ajánlott lenne fél évente minimum legalább elmenni véradásra. A szervezők nem győzik elégszer hangsúlyozni, hogy nyáron a legfontosabb a véradás, hiszen ilyenkor mindig kevesebben mennek el a nyaralások, szabadságolások miatt. Ott, ahol 30-40 egységvére volna szükségünk, csak 10-20 van, mert nagyon sokan elmennek nyaralni, nagyon sokan nem tudják megoldani a helyettesítések miatt az, hogy még véradásra is elmenjenek. Ilyenkor ezért külön kérem, különösen figyelemmel kérem, hogy minden olyan lehetőséget ragadjanak meg, amikor el tudnak menni véradásra, és most ez a kihelyezett céges véradás is azért jó, mert úgy tudtuk megoldani, hogy este 7 óráig lehet vért adni. Tehát még a munka után is meg lehet oldani, hogyha valaki szeretné. Egy véradás során 450 ml vért vesznek le. Ez a mennyiség jótékony hatása van a szervezet vértermelésére, és egy idő múlva a teljes vérállományunk felfrissül. Azok, akik hajlamosabbak a magas vérnyomásra és megfelelő mennyiségű folyadékot isznak véradás előtt és után, gyakran arról számolnak be, hogy rengeteg plusz energiájuk lesz. Farkas Ádám egy évvel ezelőtt még a labdarúgó Európa-bajnokságon szerepelt sikeresen egy játékvezetői csapatban gólvonalbíróként Franciaországban. Azóta eltelt időszak alatt a sípmester sok mérkőzést vezetett, és a legfrissebb hírek szerint előbbre lépett a ranglistán. Az Európa-bajnokságon ott egy játékvezetői csapat tagjaként Kassai Viktorral és csapatával voltam kint. Most pedig igazából az UEFA rangsorában léptem előre, hogyha lehet így mondani. Szóval vannak kategóriák, az UEFA Játékvezetői Bizottság 4 kategóriát tart számon, vannak az elit játékvezetők, illetve az 1-es, 2-es és a 3-as kalapban lévő játékvezetők. Az újoncok ugye a 3-as kalapban kezdik, én is itt voltam az első két és fél évben, és most sikerült a 2-es kategóriába fölkerülni. Kíváncsiak voltunk arra, hogy az előrelépés jelentheti azt, hogy akár a közelgő világbajnokságon figyelembe vegyék Ádámot a FIFA szakvezetői, már mint játékvezetőt. Igazából, hogy pontosan erre nem tudok választani, az biztos, hogy arra nem jogosít, hogy akár világbajnokságon, akár Európa-bajnokságon vezethessek. Itt ezeken a rendezvényeken az elit játékvezetők vezetnek, tehát ez biztos, hogy nem jön szóba. Valószínűleg tartom, hogy azért már rangosabb, vagy komolyabb kihívásnak kinéző mérkőzésekre küldhetnek, vagy esetleg lehet, hogy több mérkőzésen is megnézik a teljesítményemet. Farkas Ádámra a következő hetekben Európa Liga mérkőzések várnak, és egy komoly felkészülési tábor. A játékvezető korábban sérüléssel bajlódott, de szerencsére már ez is a múlté. Július 15-én pedig kezdődik a magyar NB1-es bajnokság. Úgy tűnik, csak nem kerül le a napirendről a vasárnapi boltzár kérdése, írja az énpénzem.hu. Újabb aláírásgyűjtésbe kezdtek a dolgozók, hogy az érdekvédők azt is kezdeményezzék a kormánynál, hogy vegye fontolóra a vasárnapi munkavégzés tilalmának ismételt bevezetését a kiskereskedelemben, állítja a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete. Alapvetően egyébként a foglalkoztatási válság miatt kér beavatkozást már két szakszervezet is. Visszajöhet a korkedvezményes nyugdíj, de a cégek fizetnék azt. A fizikai munkában megfáradt nehézipari dolgozók 3-5 évvel hamarabb kezdhetnék meg a nyugdíjat, ennek költségeit a munkáltatók beépítenék üzleti tervükbe, írja a Világgazdaság. A Szent József Hűség program azokat az 58 év feletti dolgozókat érinteni, akik több mint 35 éves munkaviszonnyal rendelkeznek, de vannak bőven olyanok is, akik már 40-45 esztendei állományban vannak. Most jöjjenek a legfontosabbak még egyszer röviden. Július 1-től ingyenessé váltak a közműcsatlakozások. Milliókba kerül az illegális hulladéklerakók felszámolása.
augusztusban pályázhatnak az önkormányzati ösztöndíjra. Köszönöm figyelmüket, ez volt az aktuális szerdán, jövünk majd holnap is a szokott időpontban, addig híreinket az interneten is elolvashatják www.gyongyostv.hu. Minden jót, a viszontlátásra!